Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy melyek a magas szénhidrát tartalmú ételek, és milyen jelei vannak annak, hogy túl sok cukrot, túl sok szénhidrátot fogyasztunk. Szeretettel köszöntök mindenkit! Sokan nem látják teljesen tisztán, hogy mely ételekben van sok cukor, melyek azok az ételek, amelyek jelentős mennyiségű cukrot tartalmaznak, tehát intenzív izulin választ okoznak. Ezért mondottam, hogy elkészítem ezt a Videót. Nagyon sok videómban csak egyszerűen azt szoktam mondani, hogy cukor vagy szénhidrát, ilyenkor ezekre az ételekre és italokra gondolok, amelyekről a, ebben a videóban szól ez. Végig fog menni a különböző cukorforrásokon, fajtákon, leegyszerűsítve fogom mondani, hogy könnyen érthető és átlátható legyen, mert ettől azért persze összetettebb. Vannak először is az egyszerű cukrok, a monoszaharidok, amelyek közül a két legjelentősebb a fruktóz, azaz a gyümölcscukor és a glükóz. A fruktóz természetes formájában elsősorban a gyümölcsökben és a mézben található meg, de a modern feldolgozó által létrehozott termékekben is, ilyenek például a szilupok például ugye az agave szirup, a málna szirup, a juhar -szirup, és a legkoncentráltabbak, a magas fruktóztartalmú szirupok, amelyek leginkább a tömeggyártású italokban és gyorsételmi italokban vannak jelen. Tehát az édes gyümölcsök, a méz, a szirupok, a szörpök, a gyümölcspürék, ezek leegyszerűsítve lényegében tiszta cukrok, csak van egy kis ízük. A glükóz, vagy másik nevén a szőlőcukor, a legelterjedtebb cukorféle, ezt használják a mi sejtjeink is, ugye energiaként. A természetben jelen van a szőlőben, ugye innen jön a neve, jelen van a mézben és az aszalt gyümölcsökben is. A kristálycukor, amit leggyakrabban nevezünk úgy általában cukornak, és amit ugye nádból vagy cukorlépából állítanak elő, egy diszaharid, tehát di, tehát két molekulából áll, egy fruktóz és egy glukóz molekula alkotja. A következő cukorfélék az oligoszaharidok. Az oligoszaharidok maximum 20 cukormolekulából összeállt vegyületek. Ugye a sima cukor az kettőből áll, egy fruktózból és egy glukózból. Az oligoszaharidokat maximum 20 cukormolekula alkotja, tehát fruktóz és glukóz különböző kombinációban. A természetben nem annyira elterjedtek, egyes gyümölcsökben és zöldségekben találjuk meg őket kisebb mennyiségben. És vannak a poliszaharidok, a poli ugye többet sokat jelent, amelyek több mint 20 monoszaharidból összeállt molekulák. Tehát több mint 20 fruktóz- illetve glukóz molekulának a kombinációja. Ezek közül a a legközül a legelterjedtebbek ugye a keményítők és a rostok. A poliszaharidok többségét, amikor elfogyasztjuk, azért, mert összetett komplex molekulák, nem érezzük őket édesnek. A rostokkal nincs gond, mert a rostokat nem mi emésztjük meg, hanem a beleinkben lévő baktériumok, és nagyon hasznosak számunkra, mert lassítják a többi cukorféle felszívódását, tehát csökkentik az inzulinválaszt. Minél kevesebb a rost van egy ételben, az annál erőteljesebb inzulin okoz. A keményítők azonban, ahogy megettük őket, rövid időn belül az amiláz enzim segítségével monoszaharidokra, tehát glükózra és fruktózra bomlanak le. Minden, ami burgonyából, búzából, rosból, zabból, rizsből, kukoricából vagy egyéb más, gabonaféléből, vagy gumós gyökérből készül, az gyakorlatilag cukorra alakul át perceken belül, miután megettük. A gabonafélékből, a burgonyából és mások burgonyához hasonló gyökérzöldségekből készült étel is gyakorlatilag mind magas cukortartalmú, tehát és csak azért nem érezik őket édesnek a számban, amikor eszik őket, mert a bennük lévő cukormolekulák komplexebb, összetettebb szerkezetben vannak rendeződve. Tehát amikor kenyeret, tésztát, burgonyát, rizst, kukoritát vagy valamilyen belőlük készült ételt eszünk, akkor lényegében ugyanolyan cukrot fogyasztunk, mint a kristálycukor. Ahogy bekerültek a gyomorba, néhány percen belül elkezdenek monoszacharidokra, tehát egyszerű cukrokra bomlani. Az is fontos tudni való, hogy a poliszaharidok, tehát például a keményítők egy része, csak akkor okoznak nagyobb inzulinterhelést, azaz csak akkor alakulnak át cukorra az emésztés során, ha hőnek tesszük ki őket, mert a hő hatására bomlanak le annyira ezek az összetettek molekulák, hogy az emésztőenzimeink, már képesek őket továbbbontani egyszerű cukrokra. Például a burgonyát, ha nyersen eszük, csak kevés alakul át belőle cukorra, tehát hűnek kell kitenni, ugye sült vagy főtt krupli, hogy cukorként hasznosítsa a szervezet. Még egyszer összefoglalva az eddig elmondottakat, hogy mit is értek ilyen cukor alatt, tehát miben van jelentős mennyiségű cukor, mi az, amit lényegében cukornak vagy magas szénhidrátortom ételnek lehet nevezni, az összes édes gyümölcs, az összes gabonaféle, a burgonya és társai, a modern bolti csomagolt ételek és italok nagyjából 90 amihez sok cukor van hozzáadva, ugye szinte minden ételhez hozzáadják már a cukrot, a méz, a szirupok, a szörpök, az aszal gyümölcsök ezek talán a leggyakoribbak. A cukor által okozott inzulinválaszt választ jelentősen tudjuk azzal csökkenteni, hogy az étkezéseinket rostokkal kezdjük, azon belül lehetőleg olyan magas rost tartalmú ételekkel, amelyek egyéb felszívódó szénhidrátot, tehát cukrot nem tartalmaznak. Ezek leginkább a zöld zöldségek és az erjesztett zöldségek. Például káposzta bármilyen formában, leveleskel, pákcsoly, rukkola, salátafélék, párodbok brokkoli párot, karfiol. Amikor magas rostartalmú ételekkel kezdjük az étkezést, az történik, hogy a rostok a vékonybél falán egy pár órára egyfajta belső védőréteget képeznek, amely lassítani tudja a többi tápanyag, főként a cukrok felszívódását. Ezzel akár 70%-os inzulinválaszt csökkenést is elérhetünk, ahhoz képest, hogyha nem így kezdenénk az étkezésünket. Más szóval, ha eszünk elegendő rostot, sok zöld színű zöldséget, és velük kezdjük az étkezésünket, akkor úgy tudunk magas szénhidrát, tehát magas cukortartalmú ételeket fogyasztani, hogy azoknak sokkal kisebb negatív hatása lesz a szervezetünkre. És végezetül nézzük meg, melyek a túl sok cukorfogyasztás hét leggyakoribb jelei. Az első a kollagén szint csökkenés, amit leginkább a laza lelógó bőr, vagy az izület és a porcfájdalmak megjelenése igazol. Ugye mind a bőrnél, mind az izületeknél fontos szerepet kap a kollagén. A testünk azért kezd el kevesebb kollagént előállítani a sok cukor következtében, mert a kollagén képződéséhez C-vitamin kell, és a C-vitamin, illetve a glükóz molekula nagyon hasonlítanak egymásra. Ezért hiába eszünk esetleg magas C-vitamin tartalmú ételeket, vagy iszunk italokat, étrendkiegészítőket. Ha állandóan magas a cukorszintünk, csak nagyon kevés C-vitamint hasznosít a szervezetünk, mert a cukor agresszívebb, és azt részesíti előnyben. Más szóval, ha sok a cukor, csökken a C-vitamin szint, és ezáltal a, a kollagén szint is. A következő a vérző vagy vörös fogény. A fogény vérzés a C-vitamin hiány tipikus jele. Itt is nagyjából ugyanaz történik, mint a kollagén vesztésnél. A harmadik a krónikus melléküreg problémák. A legtöbb ordugulásos, ormelléküreg, váladékos állapot, az aspergillus penészgomba elszaporodásával jár, és ez a gomba cukorral táplálkozik. A következő a magas adrenalin szint. Azért nő meg az adrenalin a hosszú távú sok cukor fogyasztásától, mert a cukor gyengíti a mitokondriumokban az energiatermelést. A mitokondriumok a sejtjeink belsejében apró erőművek, amelyek az energia előállításáért felelnek. A testük ezt az energiahiányt úgy kompenzálja, hogy fokozza az adrenalin termelést. Az adrenalin ugye egy stressz hormon, ez az az állapot, amikor úgy vagyunk fáradtak, hogy közben feszültek, nyugtalanok és stresszesek is vagyunk. Hát ugye kevés az energia, mivel a cukor gyengíti a sejtekben a, a, az energiatermelést, közben pedig a test kompenzálni próbál és emeli az adrenalin szintet, ami viszont feszültséget és stresszt okoz. Tehát egyszerre vagyunk fáradtak, nyugtalanok és stresszesek. Férfiaknál az alacsony tesztoszteron szint szintén jelzi a sok cukorbevitelt, a cukor csökkenti a tesztoszteron szintet előre haladottabb állapotában ilyen merevedési zavart is okoz. A gyakori vécére járás is jelzi a sok cukrot, ahova a cukor megy a szervezetünkben, oda a víznek is mennie kell, tehát a cukor bevitellel arányosan nő a víz szükséglet és ezáltal ugye a víz üdítés is. És végezetül a gyakori fertőzések, megfázások, megbetegedések, a cukor, az ugye sok cukor hosszú távon gyengíti az immunrendszert. Következőnek javaslom azt a videót megtekinteni, ami arról szól, hogy mi történik a szervezetünkben, ha 14 napig nem eszünk cukrot. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.